Mai műsorunkat egy találós kérdéssel indítjuk. De szerencsére most nem vagyok egyedül, hiszen van itt valaki, aki segíteni fog nekem. Kezdhetjük? Mi az, aminek három lába van? Általában fekete vagy barna színű. Sokkal nagyobb, mint én. Gyúrjai és billentyűi is vannak. Sok kicsi kalapács van benne. Nagyon szeretek rajta játszani. A mechanikus, más néven akusztikus zongora, billentyűs húros hangszer. Mai formáját tekintve több ezer alkatrészből áll. A mechanikus és az akusztikus jelzőt ma már inkább megkülönböztetés véget használják, hiszen billentyűs hangszerek a digitális vagy elektromos zongorák is, amelyek nem egy mechanikus szerkezet és húrok segítségével állítják elő a hangot, hanem elektromos úton. Ezek a hangszerek könnyen szállíthatók, és helyettesíteni tudják a mechanikus zongorát olyan helyszíneken is, ahol ez mérete miatt nem férne el, és körülményes vagy költséges lenne a szállítása. De térjünk vissza a koncert zongorához, hiszen mai adásunk témája ez a hangszer lesz. A zongora polifon hangszer. Ez azt jelenti, hogy a vonós és fúvós hangszerekkel ellentétben, amelyeket inkább dallamhangszerekként tartanak számon, a zongorán több szólamot lehet egyidejűleg megszólaltatni. Dallamvonalat, harmóniákat, kíséretet egyszerre. Első lépésként ismerkedjünk meg a zongora hang létrejöttének folyamatával. Hogyan jutunk el onnan, hogy leütünk egy billentyűt a zongora klaviatúráján, addig, hogy ez valahol a zongora belsejében rezgésbe hozza pontosan azt a húrt, amely ennek a billentyűnek megfelel. Vendégeink Csiki Boldizsár, kolozsvári zongoraművész. Annak idején Erdélyben, egy német régióban, Szebenben, Hermannstadt, ott volt 20 ezer lakos és 4 ezer zongora. Tehát ott majdnem minden családban zongoráztak. Gregor Desman, szlovén zongoraművész. Sometimes we must approach more intellectually. Frank van der Laar, holland zongoraművész. It's also an instrument that demands an incredible amount of training, practicing, preparation time. És Albert József, kolozsvári zongora technikus. Maga a fa az egy szerves anyag, ami ha nagyobb a páratartalom, akkor megdeged, ha kisebb, akkor összeszárad. Tehát állandó jelleggel dolgozik. Segítségükkel igyekszünk a következő percekben minél átfogóbb képet festeni a zongoráról, valamint zongora és zongora művész kapcsolatáról. Villentyűs, húros és ütős is. Hát egy eléggé egy összetett hangszer. A zongora esetében a zenei hangot a hangszekrényben kifeszített fémhúrok adják, amelyeket a billentyűzettel összeköttetésben álló kalapácsok hoznak rezgésbe. Albert József kolozsvári zongoratechnikus, orgonaépítői és restaurátori diplomáját Franciaországban szerezte, zongoratechnikusként pedig 14 éve dolgozik. Ő fog nekünk mesélni a zongora hang képződésének folyamatáról, a zongora felépítéséről, mechanikájáról. A repetíciós emelő kar, és itt ez a lökőnyelv, ami így mozog. Tehát ez maga a kalapács, ez így mozog, itt a tengelye. Ez a rollnak nevezett pontja, ez,
ahol tulajdonképpen a lökönnyelv eléri a kalapács nyelet, és megnyomja, hogy felemelkedjen. A kalapács üti meg a húrt, és a húr képezi a hangot. Nagyon egyszerű, a mechanika az tulajdonképpen egy gépezet, ezt így lehet a legegyszerűbben kifejezni, egy gépezet, ami megmozdítja ezt a bizonyos kalapácsot, felviszi egészen a húrig. És tulajdonképpen, ahogy mondtam is, ilyen emelőkből áll az egész szerkezet. Ha nem lenne az a billentyű, akkor nem tudnánk könnyen megemelni ezt a bizonyos kalapácsot. A zongoraépítés történetében két főbb típusú mechanikát tartanak számon. A bécsi mechanikát és az angol mechanikát. Billentyűre van ráépítve a kalapács nyíl. Tehát nincs külön, mint az angol mechanikában, külön van a kalapács nyíl, hanem rá van építve a billentyű végére. Amikor lenyomom a billentyűt, mondjuk itt a tengely, akkor hátul van egy ilyen kis akasztó. Amit ha lenyomom, akkor felemeli a kalapácsot. Tehát ez a bécsi mechanika. Billentyű az egy emelő kar, és a bécsi mechanikában egyszerűen a kalapács nyele, maga az egész szerkezet, ami egy kalapács nyíl, a kalapács fején rajta, az rá van téve a billentyűre, hozzá van rögzítve a billentyűhöz. Tehát ez egy egyszerű szerkezet. Hát, ahogy lenyomom a billentyűt, a kalapácsot megemeli a húr szintjéig. És persze, hogy mögötte vannak ilyen kisebb szerkezetek, ami kiold egy bizonyos szinten, hogy a kalapács azért ne maradjon azon a húr szintjén, mert ha felemeli a húrig és a húrt megnyomja, akkor nem szól a hang. Az olyan, mintha letompítottam volna a hangot, vagy megfogtam volna a hangot. Az évek során mindkét rendszer fejlődött, változott, míg végül technikai okok miatt az angol mechanika előnyösebb helyzetbe került. A koncert zongorák ma már kivétel nélkül angol mechanikával készülnek. Az angol mechanikában pedig az a bizonyos gépezet, ez a kalapács nyíl és a billentyű közé beékelt szerkezet. Tehát több emelőnek a kombinációja, rugókkal egybekötve, és amit mutattam képen is, vagy bemutattam az angol mechanikát, a gleednek nevezett mechanikát, abban több rugó is lehet benne, általában az újabbakban már csak kettő van, és ez a rugó ez segíti a lökönyelvet. Tehát, hogy minél hamarabb jöjjön vissza a helyére a lökönyelv, ez most már technikai nyelven mondva, nem tudom másképp mondani, úgyse. Az is egy bizonyos emelőkar, ami fellöki a kalapács nyelet, és ezáltal a kalapács a húrhoz ér. Az angol mechanikának ez az előnye, hogy közben van iktatva a billentyű és a kalapács nyíl közé egy ilyen szerkezet, ami elősegíti a repetálásnál a játékot. Tehát a zongorista nem kell fél billentésnél fennebb engedje, nem kell teljesen visszaengedje a billentyűt, hanem fél billentésnél is ugyanúgy tud repetálni a billentyűvel. Ahhoz, hogy érthetőbb legyen a bécsi és az angol mechanika közötti lényeges különbségek egyike, megkértük Csiki Boldizsár zongoraművészt, hogy gyakorlatban is mutassa meg, miről is van szó tulajdonképpen. Az úgynevezett angol mechanikánál a repetíció az gyorsabban működhet, mint az előtti bécsi mechanikánál. Azért, mert a szerkezete olyan, hogy a kalapácsot még egyszer meg tudja ütni, mielőtt leesne teljesen. A bécsi mechanika, hogyha amíg nem jön fel teljesen a billentyű, nem tudja még egyszer leütni a hangot. Tehát annak a maximális sebessége repetíció szempontjából ennyi lehetett, gondolom. Ennyi. Ennek fel lehet persze gyorsítani, aztán ilyen zongora virtuózok cifrától lánglángig bármit tudnak csinálni. Így, de Lisztnek már rengeteg a híres tarantella. Ez eljátszhatatlan egy bécsi mechanikán. A húr rezgése az képezi a hangot, a hangot pedig maga a zongora doboz, a rezonáns lapja, az viszi tovább. Rezonáns lap ezért is, amikor régi hangszert nézünk, vagy régi hangszert akar vásárolni valaki, az nagyon fontos, hogy a rezonáns lapot megnézze, mert ha az meg van repedve több helyen, ha nagyobb nyílások vannak, nagyobb repedések rajta, akkor a hang egyszerűen nem terjed a
a zongorában. Ahogy megütötte a kalapács a húrt, egy rövid pillanatig lehet hallani csak, vagy berezeg, vagy tehát nem lesz szép hangú a zongor. Tehát az a rezonánslap az egy nagyon fontos eleme a zongorának. A hangszer egyik fontos része tehát a lélek, vagyis a rezonánslap, amely a húrok alatt található és fenyőből készül. Nagyon sűrű, erezetű fenyőből, tehát azt nagyon meg kell válogatni, hogy milyen fenyőt tesznek, mert nem akármilyen fenyő vezeti a hangot. A másik érdekes dolog pedig az, hogy régen nagyon figyeltek arra, hogy milyen fenyőt tesznek bele, és milyen irányba teszik a szálakat. Ha azt nézik, hogy a hang képzésétől, tehát maga, ahol a kalapács megüti a húrt, onnan kezdődjön a fenyőnek az a része, ami közelebb van a gyökérhez, akkor a hang továbbítódik, tovább megy. Ha fordítva teszik, akkor egyszerűen a rezonánslap nem fog annyira szépen működni, mint ellenkező esetben. A hangszint a húrt megütő, megszólaltató kalapács anyaga, formája, tömege is befolyásolja. A faanyagból készült kalapácsot filclemez borítja. Ez a lemez érintkezik a húrral. A tömör filccel borított kalapács Jean-Henri Pape találmánya, melyhez először birkagyapjút és nyúlszőrt használt. Lehet 10 ugyanolyan méretű hangszert készíteni, de nem biztos, hogy a 10-nek ugyanolyan lesz a hangja. Hát ez már az embertől függ, aki leül és hallgatja, aki játszik majd rajta, hogy meg kell válogassa, hogy melyik tetszik neki. Tehát nagyon függ a kalapácsoktól, az intonálásától a kalapácsnak, és maga a szerkezettől persze, hogy milyen anyagot használtak annak az elkészítéséhez. Függ a formájától, a kalapács formájától, és függ attól, hogy van intonálva, mennyire kemény, mennyire puha a kalapács. Mikor neked megjön az a szett kalapács, és felszerelik a zongorára, és beteszik a mechanikát, akkor leütöd, és megszól a hang egy bizonyos féleképpen. És akkor jön egy nagyon értelmes ember, aki egész életében ezt csinálja, remélhetően, mert másképp nem olyan jó, és elkezdi azt a kalapács fejet szurkálni, lágyítani. És attól jön a színe a hangnak. Ez már egy olyan pillanata az egésznek, ami a legvégén történik. És ezt hívják a kalapács fej, vagy a zongora intonálásának. Van, akinek egy tompább, egy melegebb fényű, halkabb hangú hangszer tetszene, van, akinek egy élesebb hangú, színesebb hangú hangszer tetszene. Tehát a kalapács intonálása az már nagyon sokat számít egy hangszernél. Lehet alaphangú kalapácsot kihozni, ami tulajdonképpen több alaphangot hoz ki a húrból, és lehet olyan kalapácsot készíteni, ami több felhangot hoz ki. Tehát sokkal élesebb lesz a hang, színesebb. A zongora, mint billentyűs húros hangszer, amelyben a hang ütés révén keletkezik, kombinált technikával készül. A zongora elődei azok a húrokkal ellátott hangszerek, amelyeket billentyűzet segítségével szólaltattak meg. Ilyen a csemballó, a spinét vagy a virginál. A csemballó családjába tartozó hangszerek esetében a hangszekrényben található húrokat a billentyű lenyomásának következtében nem kalapácsok ütik meg, hanem egy pengetőkészülék hozza rezgésbe őket. A zongora közvetlen elődje a klavikord, amelynek billentyűzete nem pengetőkkel volt összeköttetésben, hanem fémlemezekkel, amelyek a húrokat érintéssel szólaltatták meg. Az 1700-as évek elején építette meg Bartolomeo Cristofori az első olyan csemballót, amely hangerő különbségek megszólaltatására is képes volt, és amelyben a húrokat kalapácsok ütötték meg. Ez a hangszer kapta később a pianoforte, vagyis a zongora elnevezést. Cristofori megközelítőleg 20 zongorát épített. Hangszerei a mai 88-hoz képest 54 hangot tudtak megszólaltatni, továbbá a váz, amelyben a húrok ki vannak feszítve, a mai fémkerettel ellentétben akkoriban még fából készült. Ez a keret, amiben tették a húrokat, ez fából volt. A fémkeret az szintén később jelenik meg,
szintén a 1820-as években, és azért nagyon fontos, mert amikor ekkora lett a zongora mérete, ilyen nagy, akkor ezeknek a húroknak a húzása az több tonna. A fakeret nem bírta meg. Meg kell említenünk az úgynevezett álló zongorát, vagy pianinót is, amelyet gyakran a zongora kistestvéreként is emlegetnek. Ha jól tudom, a 19. században kezdtek már ilyen álló zongorákat készíteni. És azzal is rengeteg kísérletezés volt. De tulajdonképpen a helyszüke miatt készültek ezek a hangszerek, a pianinok. Különbség az a pianinos a zongora között, hogy a zongoránál a kalapács alulról üti meg a húrt. Tehát alulról érkezik, és a húr felette van. Pianinónál a húrok függőlegesen állnak, és a kalapács függőlegesen üti meg a húrt. A zongoráknak két vagy három pedálja van. A bal pedál tompító, a jobb pedál zengető, a középső pedig hárfa pedál néven ismert. Megkértük Csiki Boldizsár zongoraművészt, hogy magyarázza el a két leggyakrabban használt pedál működési elvét. A művészet ilyen szempontból ott van, amikor a bal pedálnak a koncerten belül több pozícióját tudod használni. Az a zongorista, aki nem ismeri a belső szerkezetét, az benyomja a bal pedált, és úgy zongorázik, és kész. Az, aki ismeri, miről van szó, az rá is jön arra, de tudja is azt, hogy attól függően, hogy mennyire mozdítod el a kalapácsfejnek azt a szögét, a hangszínek úgy váltakoznak, de nagyon-nagyon sokféle zongorázás közben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, legalább 6 érezhető fokozata van a bal pedálnál. És akkor ez a hangzás ugyanazzal az ütéssel, ha benyomom, tompább lesz, meg különböző színei lesznek, attól függően, mennyit nyomok be belőle. Ahogy engedem ki fokozatosan, úgy fog erősödni is, és nyílni is a hangszín. A jobb pedál használata az meg egy nagyon egyszerű, de nagyon hasznos dolog, hogy a hangtompítók, a hangfogók, amik rámennek a húrra, abban a pillanatban, amikor benyomom a jobb pedált, megemelkednek, és a hang nem fog megszűnni. Amikor megfogom, és bármilyen hangot megformálok, ő ott fog maradni. Akárhol. Hogyha pedál nélkül játszom ezeket, akkor a hang megszűnik, ahogy felemeled. Pedál nélkül van, visszaesik rá a hangfogó, és amikor benyomom a pedált, akkor megemelkednek. És a hang az hosszan fog tartani, de ez akkordra is érvényes. Tehát befogja az egészet. Ezt a két pedált használjuk 99%-ban. A zongoristák ki vannak téve annak, hogy koncertjeik helyszínén mindig más hangszerrel szembesülnek. Ennek a helyzetnek az előnyeiről és hátrányairól érdeklődtünk. Mert eddig az volt a nagyon nagy probléma, hogy elmentem koncertezni például Németországba, és akkor teljesen le voltam bilincselve, mert például nem bírtam a billentyűk járatának a nehézségét, mert az enyémet megfújtad és ment, szólt. Egy ilyen zongorát például, hogy te itten trillázz egyet ebbe a regiszterbe, az nagyon nehezen megy, tehát nehezen jár a zongora. Tehát a mechanikája 2-3-szor nehezebben megy, mint az enyém, amin gyakoroltam. Tehát ilyen szempontból akkor is, hogyha te elmész egy sokkal jobb hangszerre, ha nem bírsz rajta játszani, akkor véged van. Practicing on one piano gives you actually one image of music that you're playing, and you come to another piano and
you cannot produce the same image that you are used to on your own piano. So you have to actually more like have a concept, the kind of ideal way how you want things to sound, and then with each piano you can come near this ideal way in a different way, maybe, because different pianos have different possibilities. So there is actually no truth. You never know. I play on this piano and this sounds good and this doesn't. Is it true? Or maybe it's not true, and then I go to another piano, oh, it was not true, but why would this piano be true? There is no truth. It's only the concept that you have in your hand, that is actually the truth. Ez már egy olyan dolog, ami kifejezetten érdekessé teszi a te pályafutásodat, és főleg, hogyha ugyanazt a darabot többször eljátszod, akkor még jól is érzed magad, hogyha különböző hangszereken történik ez a dolog. A zene érzésvilága, ha erről lehet beszélni, az nem annyira konkrét, mint más művészetleknél talán. Ezért is van az, hogy zenét majdnem mindenhol hallgatnak, és a tömeget jobban megmozdítja majdnem, mint bármi más. És jobban megmozdította, amióta olyan szinten zenélnek, hogy ezt meg lehessen csinálni. Mert nem mondja ki világosan azt, hogy hideg van, vagy fúj a szél, vagy szeretlek, vagy bármi. És a zongora ugyanilyen szinten nem mondja olyan nyilvánvalóan neked, hogy nesze, itt van egy ilyen szín, egy olyan, hanem olyan kis különbségekről van szó, amiket, hogyha megérzel, akkor nagyon meg tudod szeretni. I started playing piano when I was 6 years old. Piano has this beautiful ability to produce more sounds at the same time. And playing piano can sometimes feel like being a conductor. You have an instrument that can produce really complex things, like an orchestra always, and then in the cello comes a nice melody, and then it's interrupted by a piccolo solo or something. And also with the piano it is kind of very similar, and that's the beauty of playing, and that's where you can really search and never find the real answers, and that's why it's nice to do. Also, one of the best things about playing piano is the repertoire, because classical music has unbelievable repertoire for piano, also piano in chamber groups, so we have access to playing, I think, maybe some of the best pieces that were ever written. But some of the best pianos are difficult to get used to. They have many tricks or even traps. But on the other hand, they give you the possibility, if you can control them, to really make
different colors, different characters. So the piano is yeah, it's more an instrument that can with which you can communicate your musical ideas. And it's more about that than for the love of the sake of the sportive element of piano playing. I think it's not enough just to embrace the instrument, but I think you have to treat it in many different ways in order to make the suggestion work. I think that one of the most important things is that you feel as much as possible the connection between your hand or your finger and the string. So you can feel the mechanics moving inside, which gives you the real control. Of course, I love my instrument, but I love more the music that I make on it. Akkor el akarsz játszani egy tényleg komplikált művet, egy Schumann Kreisleriánát, vagy egy szimfonikus etüdöt, vagy egy Brahms második zongoraversenyt, vagy egy Rachmaninoff harmadik zongoraversenyt, akkor már annyira kell tudni zongorázni, és annyi időt vesz igénybe, és annyi mindenben nagyszerű kell legyél adottság szempontjából, hogy ott már a legnehezebbé válik. Ha el is megyek 2-3 napot valahova, akkor utána, hogy hazajövök, rögtön neki fogok, és zongorázok. Hát ez most már teljesen az életem részévé vált. This moment I couldn't really see myself with another instrument. Although I would like to play horn, that would be my second choice, I think.